beszélem, Benedek István Gábor, hogy beszélgessen a könyvről. Valóban ilyen hosszú, mert tiszta haszon, mert van egy kis levegőszegélyen. Igen. Ezt ne vakarod el mindenkit. Öröm, hogy ezen a napon ezt a könyvet egy kezembe tarthatom. Régi jó barátom Gyuri, mondhatnám, sok év távlatából nézek vissza mindenféle ismeretségünk. A barátok csak az utóbbi időben vagyunk, inkább kommentálás folytán, de ez nem jelenti azt, hogy olvasója, hivatott bajnoka, ne lettem volna a híve mindig. Ennyi a bevezető. Következik, amikor ezt a kis könyvet megkaptam, először kéziratban, picit össze nem ragasztott formában, össze is kevertem a kézi, órákig tartott, úgyhogy nagyon jól átolvastam a könyvet, órákig tartott, amikor széthullott lapokat egymás mögé tudtam tenni. De amikor elolvastam, akkor azt mondtam magamba, hogy majd marha menni ma szakírás. Végignéztem csak az elmúlt egy hetet. Nem is kell csak elképesztő dolgokat olvastam a sajtóban, nem az ellenzéki, nem a izé, a magyar sajtóban, úgy, ahogy van egész éve. Aki erről nem ír egy ilyen könyvet, tehát tulajdonképpen elolvas, erről írta a Gyuri ezt a könyvet. Nem kell kiabálni, hogy bolondan nem tud szatírát, de a Gyuri tudott egyet írni, de már múlt időt is használhatom, ez mind lezajul. Ma kézbe veszem, van reggel az újság, látom, hogy folytatódik a szappan, a opera elképesztő. És itt előjönnek a figurák, amiket a Gyuri kitalált, majd és meg fogom kérdezni tőle, hogy hogy talált ki nevet egyáltalán. Régen is tudott jó neveket. Emlékszem, fiatal éveimben az ő nevei standardok. Az ő általa fölírt fotball csapatok kívülültek, úgy játszik, úgyhogy ez már most is megjön nála, és remek kitalál. Ráismersz, nem ismersz, nem ismersz, van egy pár kérdőjelen nekem, és még nem csináltam erre direkt környezetet, tudtam, hogy baráti környezetben leszünk, és nem tudom, miért kérdezik, ő majd elmondja. A dolog lényege, hogy ez fantasztikus, csak a paks dologra gondolok, ha emlékeznek. Hát micsoda trébolyult zajlik a szemünkkel. Beleértem még a szovjet vagy orosz-moszkvai utat, beleért a Katyni utat, és amilyen, mint a másik, ugyanilyen dráma, ez a Mazsinis kontraforma. Hát, ha ez nem egy szatír, egy trébolyult agyamenő szatír, akkor akármi legyen. Én tudom, hogy van-e még ilyen író itt a magyar piacon, egy párat ismerünk közül, aki ilyet meg tudna írni. Remélem eljön egy Moldova a későbbi egyetem, hogy ezt meg fogja írni. Írd meg te! Nem vagyok ilyen humoros író, nem a Gyuri. Nem vagyok méltó is képes, Isten bizony mondom, de ez csak le kell fejteni, amikor elolvassák és elkezdik visszabogozni, hogy miről írta ezt a Gyuri, milyen szép, nem is kell, oda van írva tulajdonképpen, nem biztos, hogy egy per egy, egy per kettő biztos oda van írva, hogy micsoda szörnyűségek zajlottak le a szívünkben. Hihetetlen. Valaki kitalálta már, le is írta biztos, hogy egy abszolút talán. Úgyhogy itt lehetne ezt egy abszolút darabnak is tartani, mert mint amit most megint. A második kis könyvem, és egy baráti szót, az egy színházról szól tulajdonképpen, és annak egy sugójáról, aki mindenre alkalmas, csak arra nem, ki is derült persze a könyvvel, hogy sugó, de mindegy, a dolognak a lényege, hogy így működik minden. Most tegnap valamelyik televízió adásban, talán a Heller Ági mondta, emlékeznek bizonyára, hallották, hogy ebben a kormányban az a legtehetségtelen kormány, ami eddig volt Magyarországon, legműveletlenebb, ugyanaz ebben az esetben. Nem, mert a műveletség az egy más dolog. Jó, köszönöm szépen. Tehát nincs, mint amilyen most van. Bárki az ember, nem is tudom, hogy oda kellene fordulni bárkihez is, de akihez csak újságon keresztül az embernek közel van, az maga a szörnyűség. És
ahogy viselkednek, ahogy mondanak bármit, egy ügyben kompetensen, ha nincs leírva, akkor nem is magyarul mondják, tehát ez már nem is olyan nagy számít, ez biztos. Átmegyek egy kis interjúval Gyurival, nem azért, mert nem találkozom vele, és nem tudnám megkérdezni tőle ezt privátul, de nem is akarhatom, mert ennél érdekesebb szituáció, mint itt egy közönség, értő közönség, nem lehet. Gyuri, hogy jutottál a kép? Most maradjunk csak az elsőnél, a nagy októberi összefogásig. Hogy jutottál arra, hogy te is átérezd, amit itt voltam dadogva szíves elmondani, ez egy szatíra. Egy szatíra ország. Ezt meg is tudja. Hadd kérdezem tőle. Kérlek szépen, a dolgok messzire nyúlnak. Én nagyon bizonytalan vagyok. Ezzel a könyvvel kapcsolatban az előszóban is kifejtem. Nagyon félek, hogy nem biztos, hogy ez a könyv eléri a hatását. Mondjuk nem tartozik a nagyobb titkok közé, hogy én kemény baloldali vagyok. 120 éve, mert nagyapám is az volt, és örököltem, ez az egyetlen örökség. Apámtól az alkoholizmust, attól. Szóval, és voltaképpen ez, ha valaki akarja, úgy fogja föl, és nem egészen azt tanul, hogy az összefogás ellen irányul. A Tamásnak az ötlete volt, hogy a címbe szerepeljen a fogalom. Tudnék, itt borzalmas dolgok történtek. Igen, hát ez elkezdődött az én számomra, ez csak van szubjektív dolog, 53-ban. Hát én akkor is valódi és vak kommunista voltam, és főiskolás persze, általában úgy egyetem, hogy návorsultam, ismernek a hatostól, ilyeneket hallottam. Hát főiskolás voltam, a színművészeti főiskolán, és agitáltam, jártam. De ilyen. Ez a paktársad volt. Jó, hát szembe jutott az a Csurka Istvánra gondolt a Pista. Kérdezte a Mésző Dezső szegény nyugodjon békében, hogy férhetek el ti egy teremben. Nem az én, nem voltam különösen kövér, de hát a szellemileg így eléggé eltértünk egymástól. Na mindegy, szóval jártam agitálni, tervkölcsönt jegyeztet, nem voltam 20 éves vagy ilyesmi, és ma is mennék különben. És akkor jött a bizonyos Nagy Imre beszéd. Na most akkor ezt a dolog érthetetlené tette, és felfoghatatlan, hogy ezt miért csináltam. De én azért csináltam, mert nem tudtam, hogy mi van, de amikor Nagy Imre elmondta, hogy ez tulajdonképpen vicc volt, ez nem kell annyira komolyan venni, akkor Móri Zsigmond költénem voltam, és nem tudtam fölfogni. És ötször vagy tízszer körbe mentem a téren, és azt mondtam, ez nem az érrendszerem. És akkor onnantól kezdve kezdődött egy kis távoltartás. Ja, ugyanakkor, amikor Nagy Imre mondta ezt a beszédet, Kádár még másfélig börtönben volt. Rákosi börtönében. Na most ez volt az első, aztán szépen lassan fokozódott. 57-ben én nekem el kellett, nem kellett, de elhagytam a főiskolát, minden államvizsgám, stb. Megvan, már csak a diplomát kellett átvennem, volna átvennem, az azt mondja, hogy 60, valahogy 60-as évek körül, nem akartam, de nekem a érettség is se hiszik el, hogy azt letettem, és anyám viszont azt mondja, hogy jaj, fiam, négyen voltunk testvérek, hát azt mondja, mindegyik gyerekem vitte valamire, csak te éppen. Hát mondom, ne arra, hogy mutatja, hát azért kétszeres József azért az igaz, mondtam, könyveim megjelentek, meg hát Kossuthi később ilyenek. Azt mondja, hát az igen, ezek jó dolgok, mondja, de hát nincs diplomád. Mondom, hát az nincs. Akarod, hogy legyen? Hát persze, szeretném, mikor minden gyerekemnek volna a diplomája. És akkor elmentem, Simon Jendő volt a főiskola főigazgatója, és mondom neki, Jenő, mennyibe kerül egy diploma? Egy ilyen, azt mondja, mit tudom én, 80 forint, valami ilyesmi volt. És akkor mondom, nem sok ez, hát 6 üveg sör.
hát ne hülyeskedj, Jenő, hát ez már mégse akar engem kiragulni. Azt azt mondja, hát ennyi, hát jó, rendben van. És akkor 10 perc múlva meg volt a diploma, ki volt töltve, a Jenő írta le, a Simon Jenő, és a Hegedűs Géza bácsi a tanár volt, és nyugodjon végképe, ő is mondta, már én is nyugodhatok rossz, mint az egész olyan csapat felszámolódott, és nézem, hogy az van beleírva, hogy mit tudom én, akkor volt 69, mondjuk 57-ben kellett a diplomát kapnom, és az van beleírva, hogy 61. Mondom, miért? Miért nem az eredeti időpont, vagy miért nem a mostani? Hát tudod, ott volt egy hely. Diploma népszóval utólag be tudtuk írni. Mondom, jó van, és akkor én úgy kezdtem távolulni, kicsit kerülővel közeledtem a célom felé, hát ott hagytam a főiskolát, említettem, és utána elmentem fazán szerelni évekre. És akkor rendes csapatban dolgoztam, 5 forintos órabér volt, megtaláltam a régi munkakönyvemet, a számot benne, és hát nem volt sok pénz, és gyűlöltem a Kádár rendszert, és a Kádárt nem meg akartam ülni. Ez volt az igazság, mondom, aki behívta az oroszokat, meg ez, meg az. Ezt ma a popámba verték egy pár szor azóta, de én vállalom. 21 éves voltam, rendben van, így volt. Na most, aztán nagy nehezen visszavászolódtam az irodalomba, hát van 7 év után. Addig egy sorom nem jelent meg. És hát utána kezdődött a párharcom, meg a közösségi harcom, nem utolsó sorban, MSZP-vel. Aztán ugye MSZP-vel. Na most, amikor a dolgok már kiéleződtek, már a Grósz megjelent, mint első titkár, Jani bácsit leváltották, akkor az nem volt jó, mert azzal a csapatommal nem tudtam egyet érteni. Szóval a Maróti, stb. Marotival egy érdekes dolog, amíg el nem felejtem. Amikor írtam a Bőrstany Marosi könyvemet, a Ég a Dunát, akkor ő volt a miniszter abban az időben, amikor ez a dolog bonyolódott, és hát akartam vele beszélni, mert mégis egy fontos személyiség az ügyben, és nekem öreg barátom a Marjai Józsi, aki miniszterelnök helyettes volt, Moszkvai nagykövet, és mondom, hogy nem tudna-e egy párbeszédet létrehozni Marutival, és akkor azt mondja, nézze, én nem hozhatok össze ilyet, megkérdezem a Marutit, hogy akar-e magával beszélni, és akkor visszahív. Jó, persze. És akkor visszahív, hogy az rendben van, a Maróti hívja föl. Föl jó, Maróti mondja, hogy Maróti úr, hát ő nem eltárs szó. És a szó semmilyen értelmére. Maróti úr, én nagyon szeretnék önnel beszélni erről az ügyről. Lehetne. Hát azt mondja, persze, nagyon megtisztem. Most megyek az asztámba, hát kemény milliárdos, és nem forintba. És amikor megjövök, akkor leülünk beszélgetni. Mondom, ki hívja a másikat, ez egy alapvető riportai dolog, hogy ki jelentkezik, azt mondja, hát ő. Jó, rend, mennyi idő? Hát a 2 hét. 2 hét, 3 hét, 1 hónap, 2 hónap, nem jelentkezik. Aztán fölhívom, mondom, valóki úr, mondom, mi a hely? Mondom, beszélgetünk? Azt mondja, hát ne haragudjon, de ne. Értem. Azt mondja, milyen kiadása, milyen kár érte, milyen hiányérzete van. Mondom, egyetlen egy ilyen dolog van, az, hogy a Kádár Jánosnak ilyen miniszter volt minden. Aki simán letagadja, vagy nem vállalja, fogalmazni pontosan az egész dolgot, és hát semmilyen. Nem volt,
a telefonon nem tudom, hogy számomra tőkele tudom egyébként. És akkor, na, akkor megint egyet.